A családokért felelős tárca nélküli miniszter néhány napja bejelentette, januártól az új építésű ingatlanok értékesítési áfája 27%-ról 5%-ra csökken, azok pedig, akik csokkal vásárolnak ingatlant, az 5% áfát is visszaigényelhetik. Emellett a csokkal vásárolt új vagy használt ingatlanok illetékmentesek lesznek. Mindez egy szemléletes példán keresztül azt jelenti, egy nettó 30 millió forintos ingatlan esetén az áfa csökkentés 6,5 millió, az áfa visszaigénylése 1,5 millió, az illetékmentesség pedig további 1,2 millió forint megtakarítást jelent. Így összesen 9 millió forint maradhat egy családnál. A családteremtési kedvezmények területén is lesz újdonság. A miniszterelnökség parlamenti ügyekért felelős államtitkára szerint a CSED emelése hatalmas segítség lehet a fiatal édesanyáknak. Beterjesztettük az országgyűlés elé, és az országgyűlés el is fogadta azt a törvényjavaslatot, melynek következtében 2021. július 1-től az eddigi 70%-ról 100%-ra emelkedik a csecsemőgondozási díj mértéke. Ez azt jelenti, hogy ezt követően azok az édesanyák, akik megszülték a gyereküket az első fél évben, a bruttó fizetésük 100%-et kapják meg, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy több pénzt fognak kapni, mint a szülés előtt a nettó keresetük, hiszen a CSED-ből, a csecsemőgondozási díjból csak a 15%-os SZIA-t vonják le, tehát magasabb lesz a keresetük az első fél évben, gyermekük első fél évében, mint akkor, amikor dolgoztak. A növekmény a nettó keresethez képest abból adódik, hogy a CSED-ből kizárólag személyi jövedelemadó előleget vonnak, míg társadalombiztosítási járulékot az ellátás után nem kell fizetni, így ezek összege a gyermeket vállaló családoknál marad. Az államtitkár hozzátette, ez a kedvezmény nem csak azokra az édesanyákra vonatkozik majd, akik július 1-je után szülnek. Ha valakinek 2021 év elején születik gyermeke, és a CSED-et igénybe véve van otthon, júliustól rá is érvényes az új szabályozás. Zsigó Róbert elmondta, az elmúlt években bevezetett otthonteremtési és családtámogatások iránti érdeklődés továbbra sem csökken. 2010-ben Magyarországon egy családban át fordulat jött létre. Annak a munkának, amit végzünk, valóban, ha lehet így fogalmazni, akkor két lába van. Az egyik az a családok támogatását. Például visszavezettük a családi adókedvezmény rendszerét 2011-ben, amely azt jelenti, hogy a családi pótlékot kapó személyek 95%-a ezt igénybe tudja venni. 2020. január 1-től több olyan intézkedés indult meg, amely a családi akcióterv 1 keretében történt. Például a babamáró támogatás, amelynek az összege, a családok által megkapott összege már meghaladta az 1000 milliárd forintot. De a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is több mint 30 ezeren vették már igénybe. A falusi csok lehetőségét több mint 15 ezeren. Az államtitkár hozzátette, a kormány törekvéseit nem befolyásolja a koronavírus miatt bekövetkező gazdasági visszaesés. Sőt, mint mondta, ebben a helyzetben még fontosabb a családok védelme. Így a cél továbbra is az, hogy a fiatalok számára biztos munkahelyeket és olyan támogatásokat biztosítsanak, ami elősegíti az otthonteremtést és a családalapítást.